mi segítségünk, teremtő és megváltó Istenünktől legyen, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Énekeljük keresztény testvéreink Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 117. énekünket. A 117. énekünk pedig így kezdődik: E húsvét ünnepében, E húsvét ünnepében. Még vala az írást, hogy fel kell támadnia a halálból.
Visszamennének azért a tanítványok az üvéikhez. Mária pedig fünn állvala a sírnál, sírva. Amíg azonban sirálkozé, behajolt vala a sírba. És látta két angyalt, fehér ruhában ülni egyiket fejtől, másikat láttól, ahol a Jézus teste feküdt van. És mondanak azok néki, azt, hogy mit sírsz, mondanék így. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. És mikor ezeket mondotta, hátrafordula, és látta Jézust ott állani, és nem tudja valahogy Jézus az. Mondanék Jézus, asszony, mit sírsz, mit keresel? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az mondta, Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nékem, hová tetted előtt, és én elviszem őt. Mondanék Jézus, Mária, azt megfordulván mondanék ki, Rabóni, ami azt teszi, mester. Mondanék Jézus, ne illess engem, mert még nem mentem fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Elvine Mária Magdaléna hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki. Elmenvén azért Mária Magdaléna hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki. A kegyelemnek Szent Istenet, hogy áldotta az ő igéjét a mi szívünkben, hogy Krisztusnak beszéde lakosszék bennünk gazdagon, teljünkkel örömmel, az ő újjáteremtő, igének újjáteremtő ereje által, ezért gyertek és valljuk meg a mi bűneinket, tisztuljunk meg tőlük. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyán, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minélkül. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk a testvéreim. Hallgassuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő igéjéből, amikor is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve, kedves testvéreim, a 120. énekünket énekeljük, annak az első verszakát, a 120. énekünk pedig így kezdődik, Jézus, ki a sírban halál, általad megholt a halál.
Utolsó Ádám megelevenítő szellemi.
Lőn az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemé. Ez Istennek ígéje. Sokszor úgy gondoljuk, hogy a dörgedelmes szavak, amelyekkel ő fordul ott akkor a korintusiakhoz, azok nem alkalmasak arra, hogy az ünnepi lelket még örömtelibbé és még ünnepibbé tegyék, pedig igencsak alkalmasak. Szükséges az ünnepen megfogalmaznunk magunknak azt, és megéreznünk, mert egy dolog átgondolni, és egy másik dolog a szívünkön is átáramoltatni, megérezni, hogy mit is ünneplünk igazából. Miért van az, hogy ünneplőbe öltöztetett testtel és ünneplőbe öltöztetett lélekkel eljövünk ide a templomba, hogy otthon aztán az ünnepi asztalt, amely most pazaron és dúsan van terítve, amire minden asszony olyan nagy gonddal és gyönyörűséggel készült, körülüljük, örvendezünk Isten kegyelmének, az áldásnak, amely ilyenkor árad az egész világra. Talán úgy kéne kezdenünk, és nem is mondok ezzel túlságosan újat, hogy a húsvét ünnepét, amióta a kereszténység ezt így megfogalmazta, hogy közösségileg hogyan és miként kéne, milyen dátumra kéne tenni, mindig a tavaszi feltámadáshoz, a teremtett világ tavaszi feltámadásához kötik. Tavasz, a tavasz csillagászati kezdete, március 21-e a napi egyenlőségre következő holttörte utáni vasárnap. Ebben benne van az, hogy nem sikerül az embert leválasztani a teremtett világban. Lett légyen bárhol az ember, bármilyen épített környezetben, bármennyire is mesterséges falak között, akár olyan helyen is, ahol csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem látja meg a napvilágot, van ilyen is, nagyon szélsőséges helyzetekben. Egy ideig még, hogyha nem hosszú-hosszú éveket tölt ilyen helyen, nem is bír ki egyébként éveket, épésze ember, teljesen elzárva akaratán kívül a külvilágtól, ha ő maga akarja, az egy másik kérdés. Akkor is az ember lélek egy bizonyos ideig ráhangolódik. Nem arra, amit emberek hoztak létre, nem arra, amit leírtak, hanem a teremtett világ, a természet csodálatosan szép ritmusaira. És a felolvasott ige igazából abban a legcsodálatosabb, ahogyan Pál apostol rátekint a kicsi magra, és arra a folyamatra, ahogy ebből a magból újra erőtől duzzadó, az életünket is jelentő biztosító növény lesz. És ebben látja a legcsodálatosabb képét az emberi test és az emberi lélek feltámadásának is. A reggeli bizonyságtételt hallgattam a rádióban, ami így kezdődött, hogy hát bizonyos koromig ennyit hallottam belőle egyébként, nem is kellett többet, nem hittem a feltámadásban. Tehát egy kicsit abban a helyzetben volt az illető bizonyságtevő, aki itt a rádión keresztül most
saját megtérésének, vagy a saját hitre jutásának a történetét osztotta meg húsvét reggelén a rádiót hallgató hívekkel, mint amire itt Pál apostol utal. És kiderült Korintusban, vagy Efézusban, a római világ keleti csücskében, abban az időben nem küzdöttek más problémákkal az emberek, mint amivel ma küzdködünk. Úgy tűnik, hogy az a világ, ahová Jézus eljött, és akinek, amelynek megmutatta a saját példáján keresztül, hogy a teremtett világban ugyan igazából menj és föld, az egész világ egyetem vetületében hogyan működnek a dolgok. Mi az élet? Az élet körforgása. A halál és a feltámadás lüktetése zajlik minden esztendőben. És hogy mik az igazán fontos dolgok. Most ebben a világban, amiket Jézus ezt igyekezett újra és újra megtanítani az embereknek, a római birodalom, Judea tartománya és aztán az egész római birodalom ettől már teljesen el volt szakadva. Ez miért fontos? Ezt sokszor elmondtam már, nem lehet eleget hangsúlyozni. A mi világunk valósnak a saját gyökereit a római birodalomban találja meg. A mi életünk, ahogy a ma kinéz, ott látja a gyökereit. Az elmúlt 2000 évben egy kicsit felgyorsultak a dolgok. Az elmúlt 20 évben egyébként döbbenetesen az egész világon. De lényegi különbség igazából nincsen. Technikailag talán sokkal több gépet hozunk létre. De a viszony és a teremtett világ és az emberek egymás közti viszonya alapvetően nem változott. Ezért lehet időszerű Pál apostol figyelmeztetése: ne tévejegyetek, jó erkölcsöt is megrontanak jó rossz társaságot. Nincs miért usakodni ezen a földi életben az igazán szent és tiszta dolgokért, ha csak ez a földi élet van. Miért kell ezt így hangsúlyozni? Azért, mert az a világ, amelyben élünk, és a római birodalom városi élete, de nem csak a városi élete, arra jogult, hogy eljünk, írjunk, egyszer élünk, úgy is meghalunk. Ha nem is fogalmazták így meg. Csak ez szolgálhat alapjául annak a világnak, ahol az ember teljesen ki tud fordulni magából. Ahol elkezd magából és a teremtőhöz való viszonyából, és az egymáshoz való viszonyát az ember azáltal, hogy átalakítja a teremtett világ igenis nagyon-nagyon fontos kérdéseit, az élet kérdéseit pénzügyi kérdésekké. Egyáltalán kitalálja a pénzt. Azzal, hogy ezt kitalálta, elvetette a rothadás magját a lélekben, az emberi lélekben. Ne tévejegyetek, jó erkölcsöket is megrontanak rossz társaságot. Így kezdi Pál apostol. És meg is magyarázza, miért mondja ezt. Ki kell, hogy emelkedjünk. Egy új kor küszöbén vagyunk. Ki kell, hogy emelkedjünk ebből a fajta világlátásból. Ami azt teszi, hogy teljesen értelmetlen dolgokért idegeskedünk, teljesen értelmetlen dolgokért gyűlölködünk, teljesen értelmetlen dolgokért sértődünk meg egymásra, és nem látjuk egymás szemében a teremtő üzenetét. Nem látjuk meg. Azt látjuk, hogy na megint megsért. Mintha meg lehetne sérteni az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember. Mintha az embernek más dolga se lenne a világban, mint hogy kitaláljon új dolgokat, és azokra borzasztó büszke legyen, amelyek nem élnek, amelyek egy idő után elenyésznek. Bármilyen időtárnak is tételezi fel őket. És egyszer kimegy a kertbe, ezt erre buzdít minket Pál apostol húsvét ünnepében. Tekintsétek meg a magot, ha valaha az életet meg akarjátok érteni. Ez az élet, ez nem a feltámadás külön, ez maga az élet.
vagyunk. Csak az ember eredendően nem gyép, és szenved ettől, hogy gyépszerűen modellezik, hazudják neki a világot. Pál Apostol azt mondja, ne nyisd meg a magot, nézd meg! Mi történik vele? Ez az igazi feltámadás. Gondolj bele, mi minden van bele teremtve, bele képzelve abba. Hát esetenként vannak olyan kicsi magok, amiket szinte szemünkkel nem is látunk, és hatalmas növényé tudnak növekedni. Egy cédrusmag. Nem tudom, mennyire tudjuk, mekkora a cédrus, hatalmasabb, mint bármely fa itt, amikor kinövi magát. Milyen kicsi magból nő ki? Mi minden kell információként bele legyen sűrítve abba az egészen pici parányi dologba, és akkor büszkék vagyunk a mikrocsipjeinkre. Hogy mennyi információt sikerült bele teremteni. Mire vagyunk büszkék? Hát a teremtés tisztelőt csinálja, ráadásul él. Ráadásul élő minőség lesz belőle. Minket tápláló, minket segítő minőség. Tekintsétek meg az útját magam. Lássátok meg, mi történik vele. Ezért nem lehet úgy élni ebben a földi életben, hogy valamilyen kapcsolata nincs az embernek. Ezzel a folyamattal. Egészen gyakorlati, kézzel fogható kapcsolata, úgyhogy megérintjük. Megérintjük a magot. Megérintjük a földet. És örülünk. Örülünk a növekedő kicsi növénynek. Örülünk a felcseperedő, az állat az egy kicsit más kategória, de örülünk az állatnak. Látjuk növekedni, látjuk a feltámadás csodáját előttünk. Isten adja neki a testet, azt mondja Pál apostol. Képzeljük csak el! Be tudunk gondolni, hogy ez milyen hatalmas dolog, és akkor büszkék vagyunk a pötyöketett billentyűinkre, amit mi magunk, és a képernyőre, amely ráadásul halált sugároz ránk. Vakok leszünk tőle. És egy csomó betegségnek a forrása mindenki tudja. Erre vagyunk büszkék. Ez csak úgy lehet, hogy naponta hazudják tele a fülünket ezekkel a hazugságokkal. Akik rombolni és pusztítani akarnak, elsősorban minket. Nincs nagyobb csoda, mint a teremtés csodája, és a teremtésben benne lejlik a halál és a feltámadás. Méghozzá a csillagok viszonyában. Mit mond Pál apostol? Vannak mennyei testek, és más a mennyeiek dicsősége, és más a földieké, úgy, mint a napé, és a holdé, és a csillagoké, és dicsőségben különböznek egymástól. Azért meg arról beszél, hogy hogyan lesz a magból újra életünk. Még hozzáveszünk azt a kedves kis kijelentést, tapasztalatok, ami még a nagyanyáink tapasztalata volt, akik minden egyes búzamagot miatt elvettek, kézzel megfogták, és nem gépben vetették el. Beletekintettek, és a legnagyobb tisztelettel néztek rá, mert benne látták Krisztus arcát, a búzamagban. Nem tudom, el tudjuk-e képzelni. Milyen élet volt az? Milyen lélek kell ahhoz, hogy ezt lássuk? Ott van a kezünkben! Mosolyog ránk! Ez az élet, ez fog minket táplálni! Ugye így egy kicsit tudjam megérteni, hogy mi az, hogy mennyei test. Mi az, hogy nap és hold dicsősége és csillagok dicsősége itt van és hat ránk. Ha nekünk fontosabbak azok a dolgok, amelyeket mi magunk létrehoztunk magunk körül, elszakadván ettől, betontömbök közé zárva, elzárva a lehetősége attól, mert hát aszfalttal és betonnal fejtjük be magunk körül a városokban a földet, amely lélegezni szeretne, élő is, abban már nem lehet magad elvetni. Ha nekünk ez fontosabb, ez egy dolog, de hát föld, a nap, a hold, a csillagok,
a minket körülvevő élőlények a maguk módján, mindannyian kínálják, könyörögnek szint, hogy vegyetek észre, nincs ennél egyszerű, mint az élet nagy csodát. Krisztus a maga halálával és feltámadásával erre hív fel bennünket. Feltámadott Krisztus dicsősége és valósága arról szól, hogy mindazok a dolgok, amelyeket olyan borzasztóan fontosnak tartottak, és ilyen kényelmesnek tűnő életet, testetek elkényeztetését jelenti, semmi. Támadjatok fel végre az érzéki testből, a lelki testre. Döbbenjetek rá, milyen örömök és boldogságok várnak rátok. Pontosabban nem ilyen, hanem öröm és boldogság vár benneteket. Erre születtetek. Ezért vagyunk itt a Földön. Aki nem örül és nem boldog, akkor annak változtatni kell. Nagyon egyszerű. És az Isten, a feltámadott Krisztus mindent megad. Ahhoz, hogy mennyi testhez hasonlatos dicsőségetek legyen. Ezt hívjuk el. Ha visszatalálunk újra mindazokhoz, az élő minőségekhez, a Föld maga is él, csak picit nagyobb bőrkabátot volt vinni. A fákhoz, az állatokhoz, a velük való viszonyunk, tehát letisztázzuk. Nem azért vannak, hogy kiszolgáljanak minket, társakul rendelt ide a Teremtő, mint hogy egymás is társul rendelte egymás mellé, hogy együtt örüljünk egymás közelségének, hogy nem meg akarjuk fosztani a másikat az örömtől, majdnem azt mondtam meglopni, de mitől lopjuk meg? Hát nincs az a valami, csak amit pénznek hívunk, csak attól van értéke, hogy elhisszük, hogy vagyunk olyan balgák, hogy át tudnak venni bennünket a bankába, akiknek csak a pusztulás az isteni. Társul Krisztusban testvérekül, atyán, teremtő, mindenkinek egyformán szeret minket, nagyon-nagyon szeret mindannyiukat. És nagyon-nagyon szeretne a keblén tudni mindannyiukat. Megtanulni, átérezni azt az örömet és azt a boldogságot, amit ez jelent. Ebben a földi életben nem megy másképp, csak úgy, ha az élettel vagyunk kapcsolatban. Akkor fogjuk megérteni, átérezni, hogy mi a mennyei test, és mi volt a földi test. Mi az érzéki test, és milyen lesz majd a lelki. És hogy milyen az, mikor az ember megelevenedett szellemi, ahogyan befejezi ezt a kis magyarázatot páromost. Azért imádkozzunk, hogy megértsük, átérezzük, és próbáljuk meg tenni is azért, hogy teljes értelemben átéljük mindezt. A feltámadott Krisztus segítsége ott van meg. Minden igaz szándékunkban. Feltámadott Krisztusunk, aki győzedelmet vettél a legnagyobb ellenségen, a félelmet. Általad legyőzhetjük azokat a félelmeinket, amelyek hamis tudásból származnak. Félelmeinket az enyészettől, a romlandó
hallgatóságtól. Hiszen te magad mutattad meg a te feltámadásod által, és mutatod meg minden körülöttünk lévő élő teremtmény példájával, különösen a növényekével. Nincs halál, nincs pusztulás, élet van, örök élet van. Meghatározott élő törvények szerint. Te ezeknek a törvényeknek a teljességét mutattad. És ezáltal letöröltöd a könnyeket a sírók arcáról. Megjelentél a téged legjobban síratóknak, teljes dicsőségedben, hogy vigasztalást meríthessenek, hogy keserűséget változtathassanak, ők is, nem csak te, ők is örömmé. Köszönjük néked, Urunk. Köszönjük, hogy gondod van rá. Áldunk, háladással magasztalunk téged, hogy rendelsz még ilyen sanyarú és gyarló helyzetünkben is rendelsz igazi szándékot a szívünkbe, hogy visszaforduljunk az élethez. Te szenteld meg, hogy minden igyekezetünket. Te építs újra mindannyiunkat. Te töröld ki a szívünkből mindazt a hamis és gonosz tudást, amelyet ez a tőled elfordult gonosz világ megtöltött bennünket, és töltsd oda a te tiszta és fényes tudásodat és érzéseidet. Kérünk téged, a te szent fiadért hallgass meg. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyának, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Istentől és a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, kinek nevére térjen dicséret, dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az új szent vacsorát, megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeliekhez írott levélben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöreti. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vettem, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e pohárom az új testamentum, az új szövetség. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer hisszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és hisszátok-e pohárt, az Úrnak halálát és feltámadását hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, és issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik önmagának, mivel még nem becsülte meg az Úrnak testét. Amikor ide az úrasztalára tekintünk, akkor ebben az úrasztalában, testvéreim, lássuk meg a mi otthoni asztalunk. Akkor van értelme. Akkor magasztos az ünnep. Hanem csak itt. Hanem családi hajlékainkban is. Avval a szentséggel és azzal a közösséggel tudjuk fölülülni ezt az ünnepi asztalt, tekinteni egymásra, mint ahogyan itt most körbeállunk. Megpróbáljuk ünneplőbe öltöztetni megtisztult lelkeinket, és úgy tekintünk egymásra, mint igazi testvérekre. Akkor van értelme otthon is. Ezen a Földön úgy rendelte a mi Teremtőnk az ember számára, hogy otthon leképezzék az egész teremtett világot. A család nem kevesebb, testvéreim, mint az ég és a Föld, a nap és a hold egysége, amelyben a nap a sugárzó minőség az Apa, az Atya, a hold, aki befogadja ezt a sugárzást, és gyönyörű szépen visszatükrözi az Anya, és ahogyan vagy ég és Föld, ugyanez. Az égből sugárzik az áldás, a Föld pedig befogadja azt, és kihajtja a maga gyönyörűségeit, a virágokat. Életet ad az állatoknak. Családban gyermeket jelentik az új életet. Vagy azt is mondhatnánk, hogy ők a szent lelkecskék. Éppen ezért otthon a családban ugyanaz a szentség, ugyanaz az egység, ugyanaz a szeretet kell, hogy megvalósuljon időről időre, ami itt az egyen nagyobb közösségben, a gyülekezet közösségében. A templom van a szent helyen. Az Úrvacsora azt példázza, hogy a legegyszerűbb dolgokkal, az eléssel és az ivással, a legmagasztosabb cselekedetek, a legnagyobb cselekedetek és a legnagyobb áldások összetíthetők.
Krisztus azt mondta, hogy ott van. Ebben a pohár borban, mint a föld terméseiben, élő minőségként jár van az ő vére. Azonban önmagától is élő minősége. A kenyér és a bor is, mint ahogy minden körülöttünk él, lehet egy picit más formában. Attól válik most még kitüntetettebbé, hogy Krisztus azt mondta, hogy ezáltal elevenítek meg benneteket. Ezáltal leszek még valóságosabban jelen itt közöttetek. Úgy, ahogyan megjelent ott a sír szájánál Mária Magdalénának, és úgy, ahogy aztán holnap majd látni fogjuk a mások, aki Isten tiszteletel, ahogyan belép a 12 közé, ott lesz közöttük. Az emberi közösség. Szent és tiszta szándékokkal együttlévő emberi közösség, Krisztusi közösség. Ott van a család, itt a gyülekezet. Egy nemzeti közösség, és sok-sok nemzeti közösség egy egységéből pedig az egész emberiség terület. Ha tiszták a szándékok, ha szeretet van a szívekben, meglátjuk Krisztust. Megérezzük Krisztust. Testében is vérével van jelen. Éljünk ezzel az áldott és szent lehetőséggel itt is, és ott. Vizsgáljuk meg azért a lelkiismeretünket, testvéreim, a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Vegyük számba csendben vétkeinket, és kérjük Isten, hogy bocsássa meg azokat. Készüljünk tehát erre a királyi vendégségre. Alázatosan megvallván bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért, ami irgalmas Istenünk közt. Az 51. Zsoltár és egy ókeresztény imádság szavával. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vessel engem a te orcád elől, és te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogatjuk. Urunk, irgalmas! Urunk, bocsáss meg nekünk! Urunk, részeltes a te kegyelmed ajándékaival! Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondván az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyával, mennynek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad a felvéne mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján, honnan nézzen eljövendő ítélni eleveneket és folytatatot. Hiszek szent lélekben. Hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk alapján kérdezem tőletek, hisztek-e, hogy az Isten igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnösete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, míg saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelmétől megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból,
és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszitek-e és fogadjátok, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem néktek a ti bűneitek bocsánatát, melyet megáld nékünk a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből egyedül az ő szent fiának érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen elkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz, megszokott szép rendben. A gyülekezet pedig közben a 141. éneket énekli, de áll előttünk a szeretet asztala. Mert te,
Yeah.
fogadtunk
be is teljesíthessük. Legyünk hűek te hozzád, mint halálig. Taníts minket akaratodnak cselekvésére, szent lelked szüljön minket újjá, hogy mától fogva a Jézus Krisztusba vetett hitben éljünk, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Szentelj meg minket tökéletesen, tartsd meg a mi testünket, lelkünket szentségben és fethetetlenségben, amíg eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek véled mi atyánkkal és a Szentlélekkel, ami vigasztalunkkal együtt legyen örökké való hála és dicsőség. A minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségébe hívott el mindannyiunkat, ő maga tegyen titeket erősekké, szilárdakká és áltasakká hívve. Ővé a dicséret dicsőség. Örökkön örökké. Amen. Mielőtt hajlékanyma megtérnénk, nemzeti imádságunkat énekeljük el. Isten áld meg a magyar jó keresztségen, nyújts fejére érvát, a megbeszéljük, akkor egyszerű. Áldott ünnepet, áldott Amikor lehet én képesztem. Ami ki van téved a